Évente Magyarországon több mint 1000 baleset történik a gyalogos átkelő helyeken. Ezekben a balesetekből nagyon sok súlyos, illetve sajnos több mint 30 halálos is. Óriási a probléma. Ez abból adódik nagy többségében, hogy a közúti zebrák, azok a közúti zebráknak a kezelése az nem egyértelmű. A szabályozás régi, toldozott, foldozott. Nincs feladata a gazdáknak, az önkormányzatok, a közútkezelők, az állami cégek, a fővárosi cégek, a kerületi cégek, a városi ügyekben eljáró embereknek. Nem világos, hogy kinek, mikor, mi a feladata, kinek, mikor, mit kell csinálni. Ezért, hogy a bajról ne csak beszéljünk, hanem megoldást is próbáljunk találni. Egyrészt kampányt indítottunk a Facebookon, hogy a problémák megoldására jönnek állampolgári kezdeményezések, kaptunk is egy csomót, és ezeket járjuk is le, és mutatjuk be az embereknek videókon keresztül. De ez csak az egyik része a dolognak, ezért kollégáimmal arra jutottunk, hogy egy eseti bizottság összehívását kezdeményezzük a parlamentben, ahol az összes párt bevonásával arra teszünk kísérletet, hogy az egész zebra körüli anomáliákat megszüntessük közösen, és a olyan törvényjavaslatokat alkossunk, amelyek egyértelművé teszik, hogy mikor, milyen szervnek, mi a munkája, mi az a zebra minimum, ahogy ki kell nézni egy zebrának a 21. században, és hogy ezt kinek kell karbantartani, ki fizeti, és az egészet hogyan üzemeltetjük. Az eseti bizottságok úgy állnak össze, hogy a parlamentben résztvevő pártok vannak jelen, illetve lehet meghívott vendégeket hívni, és én arra jutottam, hogy mivel Budapest különösen érintett sajnos ezekben a zebrákban elkövetett balesetekben, hogy meghívom Karácsony Gergőt, vagy az ő által kijelölt személyt, hogy vegyen részt az eseti bizottság munkájában. Levelet küldtem neki, feladtuk e-mailen, postán, remélem, hogy megkapja, és nem sokára elkezdődhet közöttünk egy kommunikáció erről, hogy hogyan vesz részt Budapest ebben a nagyon fontos munkában.